Az állattartás hozadékai táplálékot, a baromfi udvarok talaja pedig porfürdőt, itatójuk ivó és fürdőhelyet nyújtott a madarak számára. Az urbanizációval ezek az ivási és fürdési lehetőségek igencsak megritkultak. Bár az emberközeli madarak az esti locsolásnál vagy a szökőkutaknál még találnak vizet, de ez utóbbiba például könnyen bele is tudnak fulladni. Ezért a hőségben a madarak egy része még jobban rá van szorulva az emberi gondoskodásra, mint máskor. Egy jól kialakított itató nem csak életmentő, de a madarak társasági életének központjává is válhat. A fekete rigók is nagyon-nagyon szeretnek vízben fürödni. Ehhez semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cserépalátétet kirakni, amiben pótoljuk rendszeresen a vizet, és ne legyen túl mély. Tehát, hogy a madarak ne fulladjanak bele, hanem tényleg csak igyanak belőle, vagy ha kicsit mélyebb a víz, akkor rakunk bele köveket, kavicsokat, hogy azon tudjanak megállni a madarak. És hát ezt rendszeresen természetesen pótolni kell, és ha van macska a környéken, akkor ezt rakjuk rá egy nagyobb tuskóra vagy magaslatra, hogy a macska ne érje el őket, és ezt a tuskót érdemes körbevenni szúrócsgaljakkal, vagy valami olyasmivel, ami távol tartja a macskát, hogy ne a macskának terített asztalt nyújtsunk, hanem a madaraknak itató helyet. Az elmúlt hetek kánikulájában egyre több fióka ugrott ki zárt fészkekből ideje korán. Menekültek a hőségből. Szakemberek azt tanácsolják, ne tegyük őket vissza, mert újra kiugranak majd. Inkább locsoljuk a fészek alatti talajt vagy a betont, ugyanis a párolgó víz elvonja a hőt. Ha fiókát látunk a napon, az itatására speciális szabályok vonatkoznak. Ha nagyon tűző napon látjuk, akkor fogjuk meg pár méterre arrébb, vigyük be egy árnyéba, kínáljuk meg egy kis vízzel. Esetleg azt is meg lehet tenni, hogy mi magunk itatjuk meg, de nem úgy, hogy egy pipettát lenyomunk a torkukon, mert elég közel van a légcső és a nyelőcső, esetleg félre letüdőzi a vizet, az nem nyerő, hanem az ujjunk hegyére egy kis vízcsepet rakunk, és a madárnak a csőrének a hegyére rácsipentjük, akkor az előbb-utóbb be fogja nyelni, és akkor így cseppenként egy pár csepp vízzel meg lehet kínálni, aztán hát magától is rájön arra, hogy ott van az a kis cserépalátét, és akkor abból lehet magának is inni, de semmiképpen ne vigyük haza. Tehát ezek valóban vagy a meleg miatt, vagy egy kis zavarás miatt ugrottak ki hamarabb a fészekből, de akár a rigóknál, akár a pintyeknél is ez szokás, és ilyenkor a szülők tovább is nevelik őket. A kihelyezett itatók vizét rendszeresen naponta kell cserélni, az elpárolgott vizet napközbeni utántöltéssel lehet pótolni. Ha sok madár látogatja az itatót, hetente vagy két hetente érdemes a napi vízcsere mellett akár fertőtleníteni is. Ha valaki nem cseréli rendszeresen a vizet, az sok betegség forrásává is válhat. Lényeges tudni, hogy miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, annak víz utánpótlása legyen folyamatos, télen is.